Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket, röviden. Átadó ünnepség. Birtokba vették a Balatonalmádi rendőrkapitányság új épületét. Testületi ülés. Döntöttek a buszszolgáltatásról és a papírgyári épület értékesítéséről Balatonfűszfőn. Projektértékelő. A szakmai és az ellenőrzési szempontoknak is megfeleltek a projektek Balatonkenesén. Európai színvonalú körülmények között folytathatják munkájukat a Balatonalmádi kapitányság rendőrei. Az önkormányzat által biztosított telken közel 50 irodában korszerű körülmények között teljesíthetnek szolgálatot az ott dolgozók. A feltételek javulásával nő az elvárás. Cél, hogy 2020-ra Európa legbiztonságosabb üdülő övezetévé váljon a Balaton. A Litéri Zöldág néptáncosainak műsora után az almádi rendőrkapitány elmondta, az állomány odaadó munkájával az eddigi méltatlan körülmények ellenére is kimagasló eredményt ért el. A kapitány szerint ez a teljesítmény volt többek között az, amivel kiérdemelték a 600 millió forintos állami támogatást, amiből a közel 20 éves álom megvalósult. Az új 1700 négyzetméteres épületben több mint 46 irodát alakítottak ki, 74 rendőr munkakörülményei javultak ezzel. Ünnepélyes keretek között átadásra kerül a Balatonalmádi rendőrkapitányság impozáns új épülete. A megvalósuláshoz vezető út rögös volt. Volt azonban két lelkes, a célt magáénak érző ember, akik a kezdetektől fogva csatlakoztak a menetelőkhöz. Dr. Bóka István és Szedlák Attila, mint akkori országgyűlési képviselő kitartó támogatása és beadványai eredményeként felvillant a remény lángja. Lesz financiális háttere az építkezésnek. Az íre a pontot azonban dr. Kontrát Károly államtitkár úr tette fel, így a tervekből megvalósításra váró feladat lett. Keszei János polgármester köszönetét fejezte ki azért az összefogásért, melynek eredményeképpen tovább javulhat a térségben a közbiztonság. Külön kiemelte a város testületének hozzájárulását, mely megalapozta a kapitányság épületének építését. Hát én úgy gondolom, és azt remélem ettől az épülettől, illetve a hatásától és a benne dolgozó emberek munkája nyomán, hogy a itt élők, a környékünkön élők, illetve az ide látogató turisták, nyaralók közbiztonsága, vagy ennek érzete növekedni fog. És hát az sem utolsó szempont, hogy egy személyi állomány milyen körülmények között kell, hogy dolgozzon. És itt úgy gondolom, hogy 21. századi körülmények vannak. Dr. Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tolmácsolta Pintér Sándor belügyminiszter üdvözletét és jó kívánságát, majd hozzátette, ez a fejlesztés a kormány közbiztonságjavítása melletti elkötelezettségének kiváló példája. A cél az, hogy 2020-ra a Balaton Európa legbiztonságosabb üdülőövezetévé váljon. Az államtitkár azt kérte az objektum dolgozóitól, hogy védjék és szolgálják a törvénytisztelőket, és szigorúan járjanak el a bűntelkövetőkkel szemben. Az a célunk, hogy biztonságosabb Magyarországot teremtsünk, ennek érdekében szigorú törvényeket hozott a parlament, megerősítettük a rendőrség létszámát 3500 fővel, a gépjármű állományt megújítottuk, a tiszthelyettesek zászlósok illetményét kétszer is megemeltük. Van erős rendőrségünk, vannak erős törvényeink, van erős hitünk abba az irányba, hogy tovább folytassuk ezt a munkát. A kormány 2014. július 1-ével a közbiztonsági mintaprogramot az egész ország területére kiterjesztette. Ez azt jelenti, hogy a közterületeken, az ország minden településén a korábbiakhoz képest nagyobb rendőri jelenlét lesz, és nagyobb biztonságot tudunk szolgáltatni. Az ünnepség végén rendőri elismeréseket adtak át, majd az államtitkártól Szabó János rendőrkapitány átvette az új épület díszkulcsát. Papp Károly országos főkapitány két személygépkocsit adományozott a Balatonalmádi rendőrség részére. Ezzel kívánt hozzájárulni a feltételek további javulásához, mely fejlesztésekhez elvárások is párosulnak.
A Balaton-Almádi Rendőrkapitányság átadása nem csak a Balaton-Almádi Rendőrkapitányság személyállománya, nem csak Veszprém megye, hanem az Országos Rendőrfőkapitányság számára is egy nagyon fontos állomás. Annak a programnak a része, ami az elmúlt években elindult, hisz Hajdonállási Rendőrkapitányság után került átadása mai napon a Balaton-Almádi Rendőrkapitányság új zöldmezőres beruházásban elkészült objektuma. A térség bűnügyi közbiztonsági helyzetének a rendőri tevékenység minőségi javulását várom attól, hogy európai szintű elhelyezési körülményt kaptak a rendőrök. Úgy gondolom, hogy ahol ilyen változásokat tudtunk az elmúlt időszakban elérni, ott minőségi változás itt következett be a rendőri munkában. A katolikus, református és evangélikus egyházak képviselői felszentelték az épületet és megáldották a benne szolgálatot teljesítőket. Ezután a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a kapitányság új épületét. A kormány tervei között szerepel az újpesti felújítása és új érdi és soroksári kapitányság építése is. Kiválasztották a buszszolgáltatást végző céget, és döntöttek egy nagy összegű terület értékesítéséről a Balatonfűszfői testületi ülésen. Kisebb vitákat és pontosításokat leszámítva a képviselők nagy egyetértésben a napirend minden pontját megszavazták. A napirendet Marton Béla polgármester módosításával és Szanyi Szilvia képviselő kiegészítésével fogadta el a testület. Így elsők közt döntöttek arról, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítást a Bakonyvolán végzi a jövőben is, valamint hogy értékesítik a papírgyár épületét. A testület egyöntetű döntése értelmében az értékbecslő által megállapított összegért sikerült a terület eladásáról dönteni. Nagyon régóta hirdettük már a papírgyár ingatlanban ezt a hasznosítást, volt rá több, ha fél tucat hirdetmény, akkor egy sem, és hála Istennek most egy vevő szándék jelentkezett, és a mai napon a döntést meghoztuk. Jelentősége abban áll, hogy egyrészt bevételhez jutunk azonnal, másrészt a nekünk terhet jelentő ingatlan felújításra kerül, harmadrészt az ott lévő vállalkozások jelentős, itt elhangzott első időszakban 2-3, de a végén 10 munkáját fognak teremteni az egyik felében, másikben is 2-3, tehát egy tucat munkahely fog hamarosan itt megjelenni Balatonfűszfőn. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat ingatlanok hasznosításaival gyors döntései tudja elősegíteni a vállalkozásokat, amelyek egyrészt bevételt, másrészt munkahelyet, utána az iparizési adóból folyamatos bevételt jelentenek. Döntöttek többek között az iskola eszközfejlesztésének finanszírozhatóságáról, melyért és az elmúlt évek támogatásáért az iskolaigazgató köszönetét fejezte ki a testület tagjainak. Ezt követően a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó szerződést kötést kellett megvitatni, mivel Szanyi Szilvia rövidebb futamidőt javasolt. Mint kiderült, már a bizottsági ülésen is felmerült ez az opció, mivel azonban nem gazdaságos, elvetették, ahogy most is. A folyamatban lévő projektek is sorra kerültek, köztük a parti sétány, mely helyzetéről ismét a képviselőasszony érdeklődött. Azonban a közbeszerzési törvény a jelen fázisban nem tette lehetővé a tájékoztatást. Nyílt vízisport bázis valósulhat meg több mint 3000 négyzetméteren az önkormányzat támogatásával, amely kapcsán értesítik az érintett egyesületeket. Végül a Szanyi képviselőnő kérésére felvett napirendi pont ügyében, az előzmények ismeretének hiányában mégsem döntött a testület. Így a polgármesterre bízták, hogy saját hatáskörben döntsön a Balatonfűszfőért alapítvány kérelmének folyósításáról. Két év alatt 4 sikeres projekten és egy rendkívüli ellenőrzésen van túl a Balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár. A tartalmas és eredményes programokon túl többek között eszközfejlesztésre és új kapcsolatok kialakítására nyílt lehetőség uniós forrásból. A napokban összegezték a projekttel kapcsolatos tapasztalataikat a megvalósításban résztvevők. Az elmúlt években megvalósított balatonkenesei projektek kivitelezését értékelték, és élményeikről számoltak be a közreműködők és a menedzsment. A programok helyi szakemberek bevonásával valósultak meg. 36 közreműködő és mintegy 3000 gyermek és alkalmanként szüleik vettek részt a programokon. A pedagógusok azt mondták, hogy az elmúlt időszak nem csak a gyerekeknek volt nagyon hasznos. Az előadók egyszerre több intézmény működésébe is betekintést nyerhettek, és különféle szituációkkal találkozhattak. Ez nekem is egy próbatétel volt, hogy tudom őket úgy lekötni, hogy
figyeljenek is rám, meg őnekik is élményszerű legyen. De azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ez a kapcsolat jól sikerült, és nagyon nagy figyelemmel hallgatták, nézték a településünknek a történetét, hiszen az volt az elsődleges cél, hogy megismertessük velük, hogy hol élnek, elődeink milyen körülmények között éltek, és hogy megszeretetni vele a szülőföldjüket. Az együttműködő oktatási és a kenesei közintézményekben jelentős eszközfejlesztés is történt a projekteknek köszönhetően. Számítógépekkel és korszerű archívrendszerrel bővült a könyvtár, melyben ismert művészek és előadók estjein keresztül tartósan felpezsdült az élet. Uniós forrásból két év alatt párhuzamosan 4 szakkör zajlott le, és zárult táborral a Balatonkenesei Kultúraházának szervezésében. A gyerekek a kézművességen, az elektronikus sajtón, a fotózáson és az előadó művészeten keresztül saját lakóhelyük hagyományaival ismerkedhettek meg. Az elmúlt két évben, 2012. októberétől kezdődően intézményünk működésében egy nagyon sikeres időszak volt, hiszen 4 európai uniós pályázatot működtettünk egy időben, tekintve, hogy több funkciós az intézményünk, így a könyvtári működésre, a tájházi múzeumi működésre és a közművelődési működésre is jelentős források érkeztek ezeknek a pályázatoknak a segítségével. Mind az iskolásainkat és az óvodásainkat vontuk be a projektekbe, illetve a környező települések oktatási intézményeit is. Összességében mintegy 3000 érintett volt, aki valamilyen módon részese volt a pályázatainknak. A projekt zárását követően a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának delegációja rendkívüli ellenőrzés során győződött meg arról, hogy a dokumentáció és a pénzügyi elszámolás összhangban van. Erre azért volt szükség, mivel példanélküli, hogy egy Balatonkenesen méretű településen egyszerre 4 projekt fusson szabályosan. Az elmúlt hetekben teljes körű rendkívüli ellenőrzés zajlott a pályázatokkal kapcsolatosan intézményünkben. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálati osztálya végezte az ellenőrzést, összehasonlították a pályázatokat, az átfedéseket vizsgálták, illetve a szakmai és a gazdasági megvalósítást, pénzügyi megvalósítást, és örömmel mondhatom, hogy mind a 4 pályázatunk esetében a jegyzőkönyvek egyértelműen leírják, hogy további intézkedésre nincsen szükség, a pályázatoknak a szakmai és pénzügyi megvalósítása az előírtaknak megfelelő. A projektekbe bevont oktatási intézményekből összegyűjtött információ szerint a gyerekek és szüleik sajnálták, hogy véget ért a programsorozat, az előadók nagy hatással voltak a fiatalok személyiségfejlődésére. Torony van, templom nincs. Egyik napról a másikra lebontották az alig egy évszázados balatonakaratjai imahelyet. Sok év után a római katolikusok kisebb-nagyobb adományaiból kezdődhetett meg az építkezés. Magányosan áll a balatonakaratjai templomtornya, elbontották mellőle a falakat. Balázs Pál plébános elmondta, hogy sosem volt igazán megfelelő funkciója ellátására az épület. Ez sosem volt igazán megépített templom, tehát abban az értelemben, hogy egy templomot jó alaposan, alapokra, magasan, megfelelő légtérrel megépítik. Ez egy nyaralók által létrehozott misézőhely volt. Először tulajdonképpen volt egy szentély, vele szembe építettek egy tornyot, és a szabadba álltak a nyaraló hívek nyári időben. Később tetőt tettek rá, esőtől, meg a naptól ne védjék magukat, illetve ne bántja őket. De aztán akkor húzatossá vált, akkor be két oldalát, illetve hát sorba még először deszkával bedeszkázták, deszkafalat készítettek, majd pedig később téglafalra váltották föl. Hát ez 2 méter magas volt, el lehetett érni a tetejét. 4 éve kezdték meg az előkészületeit a mostani építkezésnek, eddig ugyanis a plébánia egyéb épületeinek felújítására került sor. Ennek többek közt az volt az oka, hogy ez az építkezés túl nagy összeget emészt fel. Hamarosan a helyi katolikusok régóta dédelgetett álma válhat valóra, hogy adományaikból hozzákezdhettek egy új templom felépítéséhez. Most körülbelül egy 4 évvel ezelőtt kezdődött ennek a konkrét előkészülete, de hát iszonyú a pénz, 100 millió forint ennek a mostani költségvetése. Na most hát a tervezés, aztán a különféle előkészületi munkálatok közben bizonyos értelemben a
anyagi forrásoknak a biztosítási, ami szinte 100%-ig helybelieknek a szadakozásából történt, az elérte azt a helyzetet, hogy az idén még az Emberi Erőforrás Minisztériumából is kaptunk, minisztériumától kaptunk 15 millió forintot, és így tulajdonképpen egy olyan 40 és 45 millió forint körüli összegben egy szerkezetkész állapotot létre lehet hozni. Szeptember elején adták át a területet, és megkezdődött a bontás. A tervek szerint decemberre állni fognak a falak, és zárható lesz az új építmény. Húsvétkor talán már a hívek is birtokba vehetik a miség alkalmával az addigra szerkezetkész épületet. Viszont évekbe is beletelhet, mire összegyűlik a szükséges összeg ahhoz, hogy kívülbelül elnyerje végleges formáját az új akaratjai templom. Feltárták értékeiket a litériek. A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében hagyományaikat és kulturális tevékenységeiket mutatták be a művelődési házban. Az előadások keretében többek között a helytörténeti gyűjteményről, a jeles napokról és a több mint fél évszázados helyi néptánc hagyományokról hallhattak a résztvevők. Litér több mint 50 éves néptánc hagyományát mutatják be a helyi fiatalok. A Nemzeti Művelődési Intézet megyei szervezetének projektje keretében hétről hétre települések mutatják be helyi értéküket. A litéri közösség elsők közt kapcsolódott be a Hungarikum mozgalomba, ahol minden település maga döntheti el, hogy mit tart saját gyűjteményébe valónak. Én, mint a Veszprém megyei Értéktár Bizottság elnöke, mindig is támogattam ezeket a helyi közösségeket, hogyha találnak a saját településükön olyan értéket, amelyről azt gondolják, hogy nem csak a település értéke, ebben az esetben nem csak litér értéke, hanem egész Veszprém megyét jeleníti meg, akkor bátran forduljanak a Veszprém megyei Értéktár Bizottsághoz, hiszen a megyei értéktárban is már 23 ilyen érték szerepel. Egy dolog fontos, hogy az eddigi hagyomány az volt, és ezen, amíg én vagyok a bizottság elnöke, nem lesz változás, hogy közösség nélkül nem jöhet érték az értéktárba. Tehát az értékgyűjtés az nem egy adminisztrációs eljárás, amely alapján kitöltjük az adatlapokat, és kész van a folyamat. Eddig a Veszprém megyei értéktárba csak olyan értékek kerültek be, amely mögött látható volt a közösség, az emberek, amely során kiderült, hogy igenis fontos számukra az, hogy az érték most a mindennapok során újra szerepet kapjon, és azt is fontosnak tartották, hogy ne csak helyben ismerjék meg újra ezt az értéket, hanem a megyében is. A képekkel tarkított prezentáció litér kialakulásán és fejlődés történetén keresztül a jelenben gondozott gyűjteményekig és hagyományokig terjedtek. Elhangzott, hogy 11. századi stílusjegyeket viselő temploma van a községnek, melyen kívül a török hódoltság idején nem maradt meg semmi. A mezőgazdaságot a fűzfői papírgyár felfejlesztésével iparosodás és a falu betelepítése követte. A régi értékeket a településen ösztönösen, minden tudatosság nélkül gyűjtik több évtizede az itt élők. A helyi értékbizottság egyike azoknak, akik dolgozik a régi értékek megmentésén, partner és együttműködő társ a tánccsoportok mindegyike, és az újonnan szervezett Hungarikum Klub, és mi itt valóban azt mondhatom, hogy kéz a kézbe, együtt, válvetve kutatjuk és keressük a litéri régi értékeket. Nem most kezdtük, tulajdonképpen 50 éve folyó olyan munka, ami erre is mindig kitekintett és kiterjedt, ha nem is a mindennapok állandó feladataként, de nagyon-nagyon sok értéket gyűjtöttünk már össze a táncosokkal és a táncosok munkáján keresztül, de ez a munka most felgyorsult, tudatosult, kiszélesedett, és most sokkal intenzívebben és céltudatosabban folyik. Bencsik Péter rövid ismertetőjéből az is kiderült, hogy az íjjal világszerte a magyarságot hozzák összefüggésbe. Hazánk a nomád hódítások idején tette le névjegyét Európában, és a Hungarikumnak számító íj készítéséhez szükséges jegyek egyértelműen felismerhetőek. A rendezvény sorozat célja, hogy a települések értéktárbizottságai és Hungarikum klubjai bemutathassák tevékenységeiket. Most pedig következzenek fontosabb híreink még egyszer röviden.
átadó ünnepség. Birtokba vették a Balatonalmádi rendőrkapitányság új épületét. Testületi ülés. Döntöttek a buszszolgáltatásról és a papírgyári épület értékesítéséről Balatonfüsszőn. Projektértékelő. A szakmai és az ellenőrzési szempontoknak is megfeleltek a projektek Balatonkenesén. Híradónk után következik Közügy című műsorunk. Benne többek között a katasztrófavédelem megyei parancsnokával beszélgetünk az elmúlt időszak eseményeiről. Kistérségi magazinunkban a szív- és érrendszer számára is jótékony hatású étkezésről lesz szó. Látogassák meg internetes oldalunkat, ahol korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is megnézhetik. Kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!